Döntött az operatív törzs, február 1-ig maradnak a korlátozások, a középiskolák digitális munkarendben folytatják. Folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat, 4000 főre elegendő vakcina érkezett eddig megyénkbe. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió Esztergom hír összefoglalóját látják. Döntött az operatív törzs, február 1-ig meghosszabbítják az eddig fennálló intézkedéseket. A középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig, az óvodák, általános iskolák nyitva maradnak, nem szeretnék rángatni a szabályokat, ezt közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott exkluzív interjújában. A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott exkluzív interjújában kiemelte, hogy csökken az oltásokkal szembeni fenntartás. A napokban az idős otthonok lakóinak és dolgozóinak oltásai is megkezdődtek. A lakók 80%-a vállalja az oltást, az ott dolgozók 50%-a. Mindenkit megnyugtatott, hogy az oltás biztonságos, a miniszterelnök is beoltatja magát, amikor majd sorra kerül. 80 000 főre elegendő vakcina érkezett eddig, olvasható a hiradó.hu. Jól halad az egészségügyi dolgozók beoltása a megyeszékhelyen. A tatabányai Szent Borbála kórházban december 31-től megkezdték az egészségügyben dolgozók oltását. Megyénk hivatalos oltópontjára január 7-éig 4000 adag vakcina érkezett, és ebből 1000 dolgozót már be is oltottak. Mikor volt beírva? 11 órára voltam beírva. Jó, mutatom, hogy merre megyünk. Folyamatosan mintegy 8 helyen oltották január 7-én a tatabányai Szent Borbála kórházban az egészségügyi dolgozókat, eddig közel 1000-en kapták meg a vakcinát, köztük Sándor Viktória, a Szent Borbála kórház sürgősségi osztályának ápolónője is. Nagyon sok emberrel beszéltem, gyógyszerészekkel, és ők győztek meg róla, hogy ez egy jó döntés. A 8 oltóponton 4 orvos 7-től 19 óráig várja az egészségügyben dolgozókat. 4000 egységnyi oltóanyag érkezett eddig a kórházba, ebből 1000-et már elhasználtak. Amivel most oltunk, ez egy mRNA-s alapú vakcina. Gyakori kérdés, hogy tartalmaz-e kórokozót, tartalmaz-e legyengített kórokozót, ez az oltás nem, ez csak a tüskefehérjét kódoló információt tartalmazza. Így biztonságosan beadható megbetegedést ettől senki nem fog kapni. A Szent Borbála kórházban először az orvosokat és az ápolónőket oltották be, aztán a többi egészségügyben és alapellátásban dolgozót. Három módon lehet jelentkezni az egészségügyi dolgozóknak, e-mailben, telefonon és személyesen. Az első lépcső, amikor megjelennek a megadott időpontra az intézményünkbe, a betegfelvételi irodát kell, hogy felkeressék, ahol az adminisztratív teendők után léphetnek be az oltópontra. Az oltóponton vérnyomásmérés történik, és utána a vakcina beadása. A megyei oltópontról a speciális szállítási és tárolási feltételeket igénylő vakcinából már szállítottak az esztergomi Vasarikolos kórház dolgozóinak is. Mindenkinek 2 oltást kell kapnia, az első és a második között 21 napnak el kell telnie. Zavartalanul folyik az oktatás a régió általános iskoláiban. Az esztergomi tankerületi központ fenntartásában lévő mintegy 30 általános iskola egyikében sem rendeltek el digitális tanrendet a vírus miatt egyelőre a téli szünet után. Jó hír, hogy ugyanez a helyzet a régió egyházi fenntartású általános közoktatási intézményeiben is. Van olyan iskola is, ahol a karantén vagy a betegség miatt hiányzó tanulók online kapcsolódhatnak be az osztályban folyó munkába. A középiskolákban viszont, ahogy már korábban beszámoltunk róla, február 1-ig meghosszabbították az online oktatást, így van ez a régióink középiskoláiban is. Az év első napjának hajnalán ököllel ütötte meg lakótársát Esztergomban egy férfi. Az ütés következtében a sértett elesett, beütötte a fejét és súlyos, életveszélyes agysérüléseket szenvedett. Ez olvasható a Komárom-Esztergom megyei főügyészség közleményében. A férfit a megyei rendőrkapitányság nyomozói életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki. A gyanúsított részben elismerte, hogy a bűncselekményt ő követte el. A főügyészség indítványával egyezően a bíróság a gyanúsított letartóztatását 2021. január 8. napján egy hónap időtartamra elrendelte, tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a szökés elrejtőzés, valamint annak a veszélye, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúkat megfenyegetné, jogellenesen befolyásolná.
Biztonságosabb lett a nagymarosi vasúti átkelő, a meglévő fényjelzőkészülék egy fél csapórudas sorompóval egészült ki mindkét irányba. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a település vasúti átjáróiban az elmúlt években többször történt súlyos, halálos kimenetelű baleset is. Órákig helyszíneltek az elmúlt két év egyik legsúlyosabb vonatbalesetén 2019. augusztus 21-én Nagymarosnál a rendvédelmi szervek. A személygépjármű sofőri a tilos jelzőlámpa ellenére hajtott a sinekre, ekkor ütközött a Varsóból érkező nemzetközi gyorsvonattal. Az autóban ülő három koreai állampolgár a helyszínen életét vesztette. Az elmúlt években Nagymaros vasúti átjáróiban többször is történt súlyos baleset. A megnövekedett forgalom miatt és a balesetek elkerülésének megakadályozása érdekében a már meglévő fényjelző készülék kiegészült most egy fél csapórudas sorompóval mindkét irányban. Így valósult meg ez a sorompós átkerül, nem csak fénysorompó van, hanem fizikai sorompó is véd attól, hogy valaki esetleg akkor akarjon átmenni autóval itt a vasúti sineken, amikor közelít egy vonat. Bízunk benne, hogy ezzel a későbbiekre jó pár embernek az életét meg tudjuk óvni, meg tudjuk védeni, és nem fognak további balesetek történni. Az érintett vasúti szakaszon 100 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok, naponta átlagosan több mint 100 szerelvény halad át az átjárókon, köztük teher- és személyszállító vonatok is. Az elmúlt 5 évben nagyságrendileg 15 milliárd forintot fordított a vasút arra, hogy valamilyen módon fejlessze ezeket az útátjárókat. Itt ebben az esetben a már meglévő fénysorompó, tehát fényjelző készülék egy félcsapórudas sorompóval, félsorompóval egészült ki mind a két irányba. Ez zajlott több helyen is az országban, illetve a fényeket ledizzókra cseréltük ki, illetve még vannak olyan érzékelő elemek a sínekben, amelyek a vonatok közlekedését pontosan tudják érzékelni, jelezni, ezeket is cseréltük. A MÁV csoport szóvivője a vasúti fejlesztésről szóló hivatalos sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt 5 évben összesen 172 sorompónál valósultak meg a MÁV vonalain fejlesztések. A nagymarosi beruházás 24 millió forintba került. Új mintegy 360 négyzetméteres épületszárnyal bővül a jelenlegi Dorogi Szent József plébánia, erről írt a dorogimedence.hu. A hírportálnak Kulcsár Sándor plébániai kormányzó azt nyilatkozta, az új épületszárnyban egy 100 fő befogadására is alkalmas közösségi nagy termet, hittantermet és irodát kialakítanak, de itt kap helyet majd a plébánosi lakrész is, dolgozószobával és garázssal. A beruházás várhatóan 2021. szeptemberére készül el, melyet az Esztergom budapesti főegyházmegye épített. Ezzel pedig megköszönöm figyelmüket, legközelebb hétfőn jelentkezünk friss híreinkkel. Addig is tudják, kövessenek minket a weboldalunkon a www.rtve.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is írjanak nekünk bátran. Minden jót kívánok, viszontlátásra!